Izrael következik. Izrael nagyon jól versenyzett tegnap is és tegnap előtt is. És náluk ugye úgy indul a gyakorlat, hogy az egyik lánynak fel van tekerve a fejre, mint egy kendő lenne. Egyébként jellemző rájuk, hogy ők szinte mindig hibátlanul dolgoznak, és a többiek meg rontogatnak, és ezért nekik szerencséjük van, mert így sokszor nyernek érmet. Tudják másképp megoldani. Közel vannak a szalagokkal a versenyzők, mert könnyen összeakadnak a szalagok. Ez egészen elképesztő volt, hogy az egyik lány nem is egyszer, hogy a lábukkal dobták a szalagot, és nem is egy kisebb távra ugye lehet látni a szalaggal, karikával, labdával, egy kis picikékkel dobnak, akkor olyan könnyen kezelhetőnek tűnik. Itt akkora íve volt a szalagnak, hogy nem is értem, hogy sikerül ezt megcsinálni. De tényleg, és nem hibáztak, ahogy te mondtad. Legalábbis én nem láttam benne nagy hibát, és azért előtte egy apró-apró rontások azért voltak. Jelen pillanatban az oroszok vezetnek, az ukránok állnak a másodikén, és a franciák a harmadikak. Hát most nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogyan alakul majd, mert ez nagyon egységes volt. Igen. Izrael nagyon jó csapattal jött. Érdekes, mert a franciáknál is azt mondtuk, hogy mennyire egységesek, aztán tessék most. Igen. Nem egy kicsit olyan csillagszerű volt? Igen, egyébként érdekes, tehát mindenki egy kicsit a hazai dolgokhoz nyúl, zenében, zászló, a csillag. És itt volt a csillag, igen, ez nagyon jó lehetett ebben a kameraállásban látni. Igen. Itt volt az, hogy a lány rátette a lábát, és... Nem, az egy következő lesz. Itt van. Itt, és most fogja majd lábbal. Fölemeli a másik versenyző, és ahogy leérkezik, úgy emeli tovább. És már azzal lök is tovább. Hihetetlen. De ezt nem keveset kell gyakorolni, ez egészen biztos. Nagyon szépen szállt a szallag végig. Csak a színek még látványosabbá teszik az egész mozdulatsort. Itt is egy versenyzőnél két szallag van. Köszönöm szépen!
17,25 századdal a második helyen állnak. Nagyon szép.